mindig saját erőforrásból táplálkozó műsoraik vannak. Most is verssel és nótacsokorral készültek a résztvevők. Már reggel itt voltunk, megterítettük az asztalokat a lelkes kis csapattal, Kuruc Terike munkáját dicséri a dekoráció, és Szabó Lászlóné Hédike pedig a másik nagy segítség a szervezésben. Az előkészületek megvoltak, a kedves meghívott vendégek itt vannak, és hamarosan egy köszöntővel veszi kezdetét a rendezvény, ezt követően egy kis ünnepi műsor, mindig ilyen saját erőforrásból táplálkozó műsoraink vannak, most is verssel és nótacsokorral készültek a résztvevők, aztán egy nagyon szép virágot kapnak, az meglepetés lesz, az a hátul van elhelyezve az öltözőben, azt nem látták az érkezéskor sem, tehát ez lesz egy meglepetés. Az ajándék átadása után pedig következik az ebéd, ebéd után pedig nótával, dallal, tánccal mulatjuk az időt. Mindig élő zene van, egy klubtag játszik ilyenkor. Már házi zenészünk szinte, Harsányi János, ő rendszeresen részt vesz a rendezvényünkön, ő a hangadó, azt szoktuk mondani. Volt már olyan programunk, farsangi mulatságunk, ahol ő kísért bennünket zenével, illetve van az öltözködős farsangi játék, amikor ő játsza zenét, és nekünk nem kell arra figyelni, hogy a magnót megállítgassuk, hogy mikor van akció a játék során, hanem ő remekül együttműködik velünk, szinte már családtag nálunk. 30 éve nem hallott számok is elhangzanak, így nosztalgiázásra is jó ez a nap. Úgy örülök én is, mikor a boldog arcokat és a ragyogó tekinteteket látom. Ebben a kicsit elidegenedő világban olyan jó, hogy mi tartjuk a kapcsolatot, személyesen találkozunk, összejövünk, beszélgetünk, nem csak a virtuális térben találkozunk, foglalkozunk egymással. Az asztalokon a tulipán meg a barka már tényleg jelzi, hogy itt a tavasz.